Sziasztok! Ez az eSport Milla Blog második adása, második bejegyzése. Ugye ez arról szól, ez a vlogolós téma, hogy beszélek az velem történtekről, meg úgy az egész mozgalomról, és az eSport Milla körüli dolgokról. Nos, igazából ha most erről kéne beszélnem, akkor annyit tudnék mondani, egy szóval lehet jellemezni. Play it. Valaki Play IT-nak hívja. Na mindegy. A lényeg az, hogy ennek az eSport részlegét az eSport Milla szervezi, és mindenféle háttéregyeztetések és szervezési feladatok vannak így előttünk, úgyhogy ezzel van leterhelve az egész csapat, de ennek örömén Bazsó összehozott egy nagyon szuper kis mikroszájtot, én éppen azt nézegetem itt a webem, az esportmilla.hu/playit kötőjel OB, az az országos bajnokság, ugyanis a Playit országos bajnokságnak a mikroszájtját az esportmilla.hu-n találjátok. Ez nem másról szól, mint a versenyekről, és a versenyekhez kapcsolódó legfontosabb információk, játékosok, eredmények, hogyan lesz a lebonyolítás, illetve mikor mi várható. Link is van közvetlenül a Twitch-re, ugye a Twitch-en fogják majd közvetíteni, vagy fogjuk majd közvetíteni itt a srácokkal a történéseket. Ja, hát hullafáradt vagyok. Estébe zajló és estébe forduló egyeztetések, és éjszaka meg vágjuk, vagy vágom a következő 1 perces sportot, úgyhogy most a lényeg az, hogy mozgás van, történés van, és ez mindenképpen jót tesz az eSport ügyének. Mi ugyanis nagyon sok emberhez eljuttathatjuk így a hangunkat és ezt az egész szubkultúrának az üzenetét, hogy ha tudatosan játszol, akkor bizony vannak célok és értelmes szabadidő eltöltés maga a gaming, és nem csak egy időfecsérlés. Aki ebbe egyébként megmerítkezik, az nem fog tudni kiszakadni, mert egyszerűen sajátos milliója van ezeknek a kis társaságoknak, klánoknak, egyesületeknek, csapatoknak, multigamingeknek, ki hogy hívja magát, szóval mindig zajlik az élet. A közösségre vágysz, akkor gyere valamilyen játékkal játszani, és lép be a kompetitív vonalába, ahol csapatok feszülnek egymásnak, és mindenki egy dologra pörög rá, arra a játékra is, amiben a legjobb akar lenni mindenki. Szóval ennyit a feelingről. A hétvégén, hogy a feelingnél maradjunk, a hétvégén jártam Kecskeméten, a Real Gamers LAN-on. Ott volt velem Odo Zsándani, Németh Bea, meg Kis Balázs alias Bazsó Vic, úgyhogy az eSportnak küldöttsége megjelent a helyszínen. Készült is velünk egy kiváló interjú csokorban, igazából egy szelet. Sinka Laci, a Game Geek-nek az arca, ő készítette velünk ezt az interjút. Javaslom, hogy kövessétek a Game Geek-et egyébként, mert hasznos kis geek információk vannak rendszeresen az oldalon, és hát nyilván a videós kiadása meg külön egy élmény. Úgyhogy színvonalas videoblog. Na, visszatérve az eSportra, a csapatok már lényegében ott állnak a kapuk előtt. A szerda van, csütörtök, péntek, szóval pénteken már mi is építkezünk. A Play többi része egyébként már most épül. Na, amellett, hogy Play-t azért kicsit a messzebb nézünk, készülünk még egy újabb interjúval, Pierce-et sikerült elkapni, Hodo Zsándanival ketten faggattuk az öreg kasztert, hogyha hívhatom így, vagy utalhatok így rá. Mindenképpen egy élmény lesz. Hát sajátos karaktere van ennek a srácnak, úgyhogy érdekes lesz. Ja, javaslom, főleg a LOL hívők, azok mindenképpen, de mindenki másnak is értemes lesz, érdemes lehet belehallgatni majd ebbe az anyagba. Jó, ez már csak a Play-t után, mert nincs idő megvágni nagyon. Ha a Play-t kijöttök személyesen, akkor amellett, hogy mindamellett, hogy velem is találkozhattok, többen még ott lesznek a community-ből. Őtőlük hoztam egy-két kis videóüzenetet.
amiben a plétre csábítanak mindenkit az ott levő, vagy az ott teljesítő, vagy szolgáltató teljesítő kaszterek majd. Ezt majd a végére bejátszom a vlognak, úgyhogy maradjatok, hallgassátok végig. Nem sok van, mert viszont nem fog sokáig tartani. A plét után majd kielemezzük egy kicsit a szervezést, meg azt, hogy mi történt, mert nem volt egy zökkenőmentes dolog, és ez igazán hát nehezíti, úgymond a teljességérzetemet. De a lényeg az, hogy gyertek ki a rendezvényre, és meglátjátok, hogy milyen jó kis e-sport versenyek lesznek, és többek között egy perc e-sport premierek is várnak ott a helyszínen, majd, hogyha kijössz. A bejegyzés végén azért köszöntenék minden új feliratkozót a csatornán, ez már lassan 900 főnél tartunk, úgyhogy nekem ez egy pozitív visszajelzés, meg nem csak nekem, az egész mozgalomnak, úgyhogy mind többen gyertek, osszátok tovább a videókat, mutassátok meg azoknak, akik kevésbé ismerik az e-sportot, hogy nézd meg, itt egy perces videó, nem kell többet mondani, itt egy perces videó, és nézd bele, mit gondolsz róla, beszéljetek róla, vitaindítónak is jó mindennek, szóval szüleid nem értik, egy perc e-sport. A lényeg az, hogy beszéljetek róla, és terjesszétek azt, hogy van ilyen, és minél több emberhez eljut, annál inkább épülhet az ügyünk. Úgyhogy hajrá magyar e-sportért! Találkozunk a Play-iten! Sziasztok! A nevem Robi, és PlayIT-n Tali. Sziasztok! Madi vagyok, és találkozunk a Play-iten! Sziasztok! Én Pierce vagyok, én pedig Arvil, találkozunk a Play-iten! Sziasztok! Lukás nevemből Miklós vagyok, és találkozunk a Play-iten!